Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyvéből, a 4. rész 20., 21., 22. és 25. versét. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra, ne tévedj szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz. Jézus anyjáról, Máriáról azt olvashatjuk, hogy szívében forgatta az angyal által üzent igéket. És aztán tudjuk, hogy engedelmeskedett az Úr szolgáló leánya, mert a hit nem csupán ismeret és szívbéli bizalom, hanem engedelmesség is. Erre utal a szem, a száj és a láb említése. Ne tévezd szem elől, szemed előre tekintsen és egyenesen magad elé néz. Tehát ne tévesszük szem elől mindazt, amit Isten igéje mond, ahhoz igazodjunk, úgy éljünk, ahogyan kéri és vágya tőlünk az Úr. Jézus egyértelműen beszélt a hátratekintés veszélyeiről. Aki az eke szarvára teszi a kezeit és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Komoly kísértésünk lehet, főleg gondok, bajok, terhek hordozása idején, hogy szinte elnosztalgiázunk a múlt eseményei, mintha azok teljesen jók és problémamentesek lettek volna, holott az idő múlása sok mindent megszépíthet, és a múlt emlékeibe akár jó, akár rossz, bizony bele lehet gabajodni, főleg annak, akinek nincs jövőbe vetett reménysége. Márpedig a reménység nagyon fontos, és a reménység nem szégyenít meg. Ahogyan az egyik kedves énekben énekeljük, reménység, reménység, a holnap felől is reménység, reménység, reménység megtart, ha jön a kétség. Fény lesz ott, ahol ma sötétség, élet ott, ahol ma reménytelenség. Azért hát reménység, reménység, a holnap felül is reménység. Amen.